Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott neki. Amikor lakomára hívnak, kezdte: ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, oda jön, aki meghívott titeket, és felszólít: add át a helyedet neki. És akkor szégyen szemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda oda jön, így szóljon hozzád: barátom, menj följebb. Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordul: amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. A lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sámtákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat. Ezek az evangélium igéi. Foglald el az utolsó helyet. Szent Benedek regulájában az alázat 12 fokú létrát alkot. És a létra első foka, az alázat első lépése az, hogy mindig tudatosítani kell: Isten lát minket. Kicsit elcsodálkozhat az ember, hogy ennek mi köze az alázathoz. Tudatosítom, hogy Isten jelenlétében vagyok, ez egy rendkívül fontos formája az imádságnak, ezzel lehet elérni, hogy ne csak akkor imádkozunk, amikor kifejezetten az imával foglalkozunk, hanem ha tudatosítjuk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, akkor a munkánk és pihenésünk is imádsággá válhat. Ez rendkívül fontos. A karmelita lelkiségben úgy nevezik, hogy Isten jelenlétének gyakorlata. Avilai Szent Teréz úgy ír róla, hogy az összeszedettség imája. Tehát egyszerűen tudatosítjuk Isten jelenlétét, anélkül, hogy kifejezetten további gondolatokat gondolnánk róla. Ez egy rendkívül alapvető formája az imádságnak. De miért szerepel az alázat lépcsőfokai között? Testvérek, azért, mert ez a lényege az alázatnak, hogy mi teremtmények vagyunk, és tudatában vagyunk annak, hogy sehol nem volnánk, ha a teremtő nem volna jelen. A szószoros értelmében sehol se volnánk nélküle, más szóval függő lények vagyunk, olyan lények, akik teljes egzisztenciájukban függenek valaki mástól, valaki tőlük különbözőtől, aki több, mint ők, több, mint mi. Tehát egy tőlünk különbözőnél és nálunk többnél van az egész létezésünk kulcsa. Ez a teremtményi mi voltunk fölismerése, a függő mi voltunk fölismerése, amit könnyű fölismerni végerményben, az ember elgondolja, hogy nem én döntöttem arról, hogy létezzek-e, nem is dönthettem, mert mielőtt nem léteztem volna, nem léteztem, nem dönthettem el, hogy fiúnak vagy lánynak szülessek, hogy kik legyenek a szüleim, melyik korban, milyen nemzetből, milyen kultúrában, milyen körülmények között szülesen, ezt mind nem én döntöttem el. Ugye ezt elgondolom, akkor nyilvánvalóvá válik a létezésem függő mi volta. És erről van szó, hogy mi nem egyik vagy másik jelentéktelen dolgunkban, hanem a
teljes egzisztenciánkban függünk a Teremtőtől. Egy olyan a létezésünk struktúrája, mint amilyet tanultunk a fizikában, mikor arról volt szó, hogy labilis egyensúlyi helyzet, meg stabilis egyensúlyi helyzet, ugye, hogy a súlypont és az alátámasztási vagy felfüggesztési pont viszonyától függően, ugye, hogy vannak olyan tárgyak, amelyeknek olyan az alakjuk, hogy a súlypontjuk az nem a tárgyon belülre esik. Hát kívül van magán a tárgyon a súlypontja. Ott van a súlypontja, ahol ő nincs. Mi pontosan ilyen tárgyak vagyunk, egzisztenciánk ilyen szerkezetű, hogy a súlypontja ott van, a súlypontunk ott van, ahol mi nem vagyunk. Túlesik rajtunk a saját súlypontunk. Valaki másban van a saját súlypontunk. És csak úgy lehetünk stabil egyensúlyi helyzetben, hogyha onnan afelől vagyunk alátámasztva. Ennek a tudatosítása már eleve alázat. Az alázat leglényege, hogy a végtelen és abszolút Istentől függő, véges és relatív létező vagyok. Másodlagos valakihez képest, aki elsődleges hozzám, relatív vagyok, ha abszolúttá teszem magamat, az abszurdum, elpukkadok, mint ugye, Ezópusz békája, aki föl akarta magát fújni olyan nagyra, mint az ökör, elpukkadok, nem lehetek egyenlő az Istennel, irreálissá válik az énem, hogyha valami abszolútként akarom megjátszani, csak relatívként, csak függőként fogadhatom el. Ez a függésemnek ez az elfogadása és igenlése, ez az alázat. És amennyiben ezt beláttam, az Ószövetség üzenete lényegében ez, az egyetlen Isten, akitől minden függ, ugye megnyilvánult, és az ember, mint az ő teremtménye, aki egészen Istentől függ. Ennek a fölismerése, hogy én nem vagyok egyenragú partner Istennel szembe. Én nem vonhatom őt felelősségre, jobb könyve. Nem tehetem meg azt, hogy Istennel vitatkozom, vagy neki akarjak bármit is előírni, vagy tőle akarjak bármit is követelni. Ez a kiszolgáltatottságom, ami nem az emberi méltóságomtól foszt meg, hanem egész létezésemnek, emberi méltóságomnak is az alapja. Minél jobban függök Istentől, Karl Rahner szereti ezt hangsúlyozni, minél jobban függök Istentől, annál inkább vagyok önmagam. Minél inkább megfeledkezem az Istentől való függésemről, annál inkább összeomlik a saját egzisztenciám. A pók, amelyik elfeledkezett arról, hogy melyik fonálon érkezett, és azt a fonalat rossz kedvében elszakította, és az egész hálója összeomlott. Jörgensen példája. Hát azt a szálat, amelyik Istenhez vezet, azt nem szakíthatom el, anélkül, hogy összene omlana az emberi méltóságom is mindene. De Benedeknél azért ennél többről is szó van. Ő nem csak azt mondja a regulában, hogy emlékeznünk kell arra, hogy Isten jelen van, hanem hogy emlékeznünk kell arra, hogy Isten lát minket. És bármit teszünk, Isten törvényei vannak fölöttünk, és ő számon tartja, hogy mit cselekedtünk. Tehát itt egy erkölcsi függésről is szó van, a szabadságunk felelős szabadság, valakinek felelősséggel tartozik. És ha itt egy lépéssel tovább megyünk, ez már nem Benedek első lépcsőfoka, de tökéletes realitás, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy bizony nem felelünk meg mindenben annak a törvénynek, a számonkérés talál bennünk hibát,
hogy nem csak egyszerűen Isten jelenlétében vagyunk, ami egy csodálatosan jó dolog, ugye Szent Pál mondja Athénban, a híres athéni beszédben, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez csodálatos jó dolog, hogy Isten jelen van, és néha a Szentlélek, mint boldog valóságot érzékelteti, máskor az embernek tudatosítania kell, de mindenképpen egy pozitív dolog. Ugyanakkor önmagamban negatívumot is találok, szeretnék elmenekülni Isten tekintete előtt, mert nem vagyok méltó, hogy rám tekintsen, és nincs hova menekülni előle. Van ilyen a Jelenések könyvében, hogy a trónon ülő tekintete elől menekült az ég és a föld, de nem volt hová menniük. Nem lehet elmenekülni Isten tekintete elől, és én ott vagyok bűnösségemben. Ez is hozzátartozik az alázat realitásához, a saját bűnösségem elismerése. Van egy nagyon jó történet Szent Antalról, nem pádovai Szent Antalról, hanem Remete Szent Antalról, aki a remeteség egyik kezdeményezője és egyik legnagyobb, talán legkiemelkedőbb alakja, ennyiben a szerzetesség atya is. Én ezt a történetet nem ismerem a forrását, egyébként ezt egy olyan könyvben olvastam, amit a Nyolc Boldogság közösség adott ki, talán még a 80-as években, az a címe, hogy Ébreszd fel a szíved. A képregények műfajában van megírva, rajzokkal és rövid szövegekkel, és az a célja, hogy a keleti lelkiséget, Szent Szilván életén keresztül, a keleti lelkiséget a nyugatiak számára hozzáférhetővé tegye, nyugati keresztények számára. És hát valahonnan az atyák történeteiből valószínűleg így nem is történt meg, de mégis onnan veszik ezt a történetet és elbeszéli, ugye Szent Antal az ő Istennel való bizalmas közösségében kinyilatkoztatást kap arról, hogy él Alexandriában, a nagyvárosban egy cipész, aki nagyobb életszentségre jutott, mint ő, Antal. És mivel Isten ezt közölte vele, ugye Antal kíváncsi lesz, hogy hát ő elment a pusztába, mindent elhagyott, mindenről lemondott, egész életét Isten dicséretének szenteli. Vajon hogy csinálja valaki, aki bent él a bűnös nagyvárosban, hogy nagyobb szent, mint ő? És hát elmegy, megkeresi ezt a cipészt, le van rajzolva ugye a kis cipész, amint ott tűnődve és szerényen előadja a dolgait, kérdezi, hogy mégis, hát hogy csinálod, hogyan élsz? És a cipész mondja, hogy három részre osztom az időmet, egyharmadát munkával töltöm, egyharmadát imádsággal, egyharmadát pihenéssel. Hát gondolja magában Antal, jó vicc. Én minden időmet imádsággal töltöm, alig alszom, imádkozom és virasztok állandóan. Mitől nagyobb az élet szentségemnek a kis cipésznek, mint nekem? És mondja a cipész, hát a pénzt, amit keresek, három részre osztom. Az egyik harmadát a szegényeknek adom, másik harmadát az egyháznak adom, a harmadik harmadával meg elég személy. Gondolja magában Antal, hát én lemondtam mindenről, nekem semmim nincs. Hogy csinálja ez a kis cipész, hogy magasabbra jutott az életszentségben, mint én? És akkor mondja tovább a kis cipész. Hát ülök itten, javítom a cipőket, az ablakon át látom az embereket, olyan jó bűnös alakok vannak lerajzolva képe, látom az embereket, és azt mondom, Uram, üdvözítsd őket. Egyedül én érdemlem meg a kárhozatot. És Antalnak leesik a tantusz, megérti, hogy ez a kis cipész, ez egy hatalmas közbenjáró, és megérti az ő mélységes alázatát.
megérti, hogy mitől jutott magasabbra a cipész, mint ő. És akkor aztán ezen föl lelkesülve hazamegy, és 3 napon keresztül imádkozik a bűnösök megtérésért, de úgy, hogy a pokolban az ördögök üvöltenek az Istenhez, hogy állítsd le, mert minden tönkre megy, amit csináltunk, ez nem ér, így nem ér a nevünk. Mondom, a történetiségért nem teszem tűzbe a kezemet, de nagyon jó ez a történet. Csak egyet ne gondoljunk, hogy a kis cipész retteg a kárhozattól, egyedül én érdemlem meg a kárhozatot. Nem rettegésben élő, ő ismeri Isten irgalmát. Nem attól fél, hogy elkárhozik, de tudja, hogy ha nem kárhozik el, az az Isten irgalmán múlik. És ez a döntő gondolat. Avilai Szent Teréznél ezt bárki ellenőrizheti, hogy hogyan gondolkozik erről egy szent. Talán lehet kapni most is a Kuba utcai kármelitáknál az ő műveit, lehet, hogy itt valahol közelebb is, nem tudom, de főleg az önéletrajzában, ugye ő nagyon jó kifejti, hogy hogyan gondolkozik erről, ő nagyon félt sokáig a kárhozattól, meg volt győződve, hogy súlyos bűnöket követett el, és azokkal megérdemelte a kárhozatot. Valójában nem követett elő súlyos bűnöket, a legsúlyosabb, amire visszagondol, az, hogy fiatal lány korában egy szerelmi levelezést folytatott egy fiatal emberrel, teljesen ártatlant. Az egyetlen, ami kifogásolható az egészben, hogy titokban csinálta az apja háta mögött, de nem lett belőle a világon semmi, és nem követtek el semmilyen bűn. Nagyon hamar abba hagyta ezt is, mert az a hivatás az azért ott mozgott már benne. Egy szóval ő azt gondolta, hogy ezzel megérdemelte a poklot. Egyszer látomásban látta is a helyét a pokolban, és hogy az milyen szörnyű. És azzal, hogy Isten irgalmazott neki, hogy megbocsátotta a bűneit, hogy nem kell elkárhoznia, ezt mindig úgy fogta föl, mint az isteni irgalomnak egy különlegesen nagy tettét. Hogyha valaki azt mondja erre, hogy de hát ez tévedés volt, hiszen ő nem követette a halálos bűn, akkor Lizéri Szent Terézzel, az ő méltó utódjával felelek, aki nagyon jól tudta, hogy ő sose követette a halálos bűnt, azt mondja, de hát éppen ezért Isten még irgalmasabb volt hozzám, mint az evangéliumi bűnös nőhöz, mert hiszen neki megbocsátotta a bűnét, de nekem elengedte azt is, hogy a bűnt elkövessem. És akármilyen nyakatekertnek látszik, ez az igazság, Isten kegyelmén múlik, hogyha nem estünk mélyebb bűnbe. Tehát valahol az foglald el az utolsó helyet, ugye egyedül én érdemlem meg a kárhozatot, ez a mélység, ez a szenteknek természetes. És ebből a mélységből lehet aztán szert tenni biztonságra, egy tökéletes biztonságra, nincs mitől félni. Aki legalul van, az nem eshet lejjebb. Ha foglald el az utolsó helyet, akkor legfőjebb följebb szólítanak. Lejjebb már nem küldhetnek. Megszűnik az az állandó, feszítő elégedetlenség. De amit sok embernél annyira szomorúan tapasztalok, hogy állandóan vádol, állandóan ítélkezik, állandóan panaszol valamit, semmi sincs jól, minden rosszul van, most van a világ legrosszabb ideje, és az ő sorsa a legrosszabb az összes sorsok között. Ez az állandó panaszkodás, Isten felelősségre vonása, nem csak az emberek fölötti ítélkezés, de Isten felelősségre vonása, ugye ez ott nincs. Tehát egy tökéletes békesség van, az Isten akaratában való teljes megnyugvás, biztonság, egy olyan fölény, amit csak a legmélyebb alázat adhat, Isten az alázatosaknak kegyelmet ad. És én, hogyha iskolában lennénk, akkor most adnék házi feladatokat, hogy gondold el, hogy látja a kis cipész a különböző ügyeket. Az ő szemszögéből nézve próbáld megírni. A kis cipész a kormányválságról, a kis cipész a kéregetőkről, a kis cipész az iraki helyzetről, a kis cipész a főnökömről, a kis cipész az ima életemről, a kis cipész az anyósomról, és így tovább, abból a szemszögből, ahol helyreállnak a dolgok,
Avilaj Szent Teréz írja, hogy az alázat igazság, semmi más, mint igazság, és ez így van. Abból a szemszögből hogyan látszanak? Hogy megszűnik az az elégedetlenség a dolgokkal, nem azért, mert minden jól van, hanem azért van, mert Isten szemével nézem. Mert megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy Isten szemével nézem. Tóth Árpád, őszintén szóval nem tudom, hogy milyen keresztény volt, református ember volt. Nekem úgy nem tűnik nagyon kereszténynek a költészete alapján, nagyon szeretem a verseit, de írt egy nagyon ronda verset a kommün idején, Új Isten címmel, megjött a Vörös Isten. Ugye hát ez borzalmas, de van egy igazán keresztény verse, aminek az a címe, hogy Isten oltó kése. Pénz, egészséget és siker, másoknak, Uram, többet adtál, nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz, próbáid áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom fogam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz. Könnyekkel szépült orcát fényű arcom.